DuckTales. Na. Ott úszik Dagobert bácsi. Tehát akkor Badacsonyból fonyódik hajójánattal fog menni, és az képes igazolványjal meglehetősen olcsón utazunk. 0 forintért. Tehát ennél olcsó már nem lehet. Magyarul tehát, a vasút fizeti nekünk a hajókázásunkot. Ezek után már felérthető volt, hogy miért mondtad, hogy ezt a körbe vállalod, hogy akkor ezért az én gyerepet is fizeted. Micsoda nagy lelkű gesztus volt tőled. És alapból egy felnőtt 1800 forint lenne fotógram. És hol van a hajó? Tehát, még nem ért ide ezek szépen. Jó, de előbb utána megérkezik, tehát elvileg ezért 30 perc alatt át lehet menni fagyódik vonattal, ez egy óra lenne legalább. És akkor megérkezett a hajó, valószínűleg ezzel fogunk menni. Aha, és itt is van, ki van írva, hogy fonyód. Úgyhogy ez lesz az. Na, nem semmi, ilyen többszintes kis teknő ez. Na, és már itt azért a beszállódoknál már vannak egy páron. 500 kiló befogadó képessége a hajónak ülésilegben. Úgyhogy lesz egy neokódja. Hát mondjuk az elég jó, hát vagy mondjuk 500-an biztos nem leszünk. Meg 120 állóhely van. Baharton olvastam pont, amikor utána néztem. Nem semmi. Akkor ezzel fog menni, ez már biztos, hogy fonyolóza megy. Siófok MS, mint ahogy a... Siófok? Siófok MS, ott van neve. MS? Tudod, nem tudom mi az. Mihály Sumael vagy? MS? Nem tudom, hogy úgy értek a Pohartól az oldalán. Pohart oldalán. És tényleg ott van Siófok. Gyorsabb, mint a vonat, és... Fél óra alatt átérünk. És ugyanúgy nem kerül pénzbe, úgyhogy megyünk ezzel. És akkor fenn vagyunk a hajón. Hát egy pár perc és lassan indulni is fogunk. Nézzétek itt, magunk mögött hagyjuk Badacsonyt és irány Fonyód. És hát erre tudom, arra van a déli part, hogy egy fél órás menetidővel megyünk majd tovább. És akkor irány az egyenes Fonyód. Csak kicsit megmutatom a hajót is. És egyébként van rajta a büfé, tehát az élő példa, hogy csapolcsödöket lehet venni a büfébe, csak hogy mondhassam. Egészségetek. Egészségetek. Ez volt itt, vigyáztál az összes cuccodat, meddig én itt körbejártam a hajót, addig ugye hoztam neked egy sört. Ja, meg hogyha már megmutattam az ingyen hajózás lehetőségét. Ja. És akkor előre az egyenes, itt vagyunk. Ja, meg közben itt felraktam a kamerát is, hogy akkor az se unatkozzon. És ráadásul most nem is ellenfénybe megyünk, úgyhogy nem életileg valami értékelhető felvételt is fölvesz. Mint van 1996 óta nem hajóztam ezen az útvonalon. Már épp itt volt az ideje. És hamarosan Fonyód City. De tudod, hogy hol fogunk érkezni a szakállas sorompóhoz, nem? Igen, ott van velünk. Ott, és ott van, ott a szakállas sorompó. És tényleg. Azt is soha nem láttam felnyitva. Most már látom. Aha, és akkor itt valahol majd azért le fogunk dokkolni, és akkor kell leszállni. Szerintem ott a belső rétnél fogunk megfordulni, és úgy tudunk itt. Hát valahol itt, nem? Ha? Hát mindegy, hát most már majd egyszer valamikor kikötünk. Mindjárt megállunk.
két kocsival van, a külön számára van a gyárban.